Pontosan nem tudom, hogy hogyan ismerkedtünk meg. Én nagyon sokat hallottam róla, még a 70-es évek vége felé, a boglári kápolnáról, de én ott sosem jártam Bogláron, legalábbis már ebben a kápolnás időszakban, de Gyuriról nagyon sokat hallottam, és aztán utána az ügy elmúlt, és a 80-as évek elején, akkor 70-es évek végén, 80-as évek elején nagyon sokat jártam a Fiatal Művészek Klubjába. És azt tűnt föl nekem, nem ott tűnt föl, de ott hangsúlyozottan láttam ezt. Más kiállításom is, hogy mindig megjelent egy fiú, aki fotózott, filmezett, egy fiú meg egy lány, kettesben voltak mindig, és ami feltűnt egyrészt, hogy nagyon szépek voltak mind a ketten. Szóval két ilyen az akkor ilyen szürke Magyarországból ilyen kiemelkedően sugárzó két szép fiatal ember, és mint két idegen test úgy mozogtak itt a magyar közegben, és ezen kívül folyamatosan fényképeztek, meg filmeztek, és ez nekem nagyon föltűnt, mert minden kiállításon láttam, mert nem tudtam, hogy kicsodák. És valahogy úgy voltam akkor, hogy az ember mindig úgy gyanakodott, hogy lehallgatják, nem hallgatják, figyelik, nem figyelik, és akkor itt van egy ember, aki meg egyfolytában állandóan filmez, dokumentál, lehetett látni, hogy ez másit csinál, mint dokumentál. És úgy gondoltam, hogy hát aki ennyire nyíltan csinálja ezt, az csak jó ember lehet. Tehát az biztos meg ezzel a külsővel, minden, szóval, hogy írtó megnyerő volt, és aztán a Fiatal Művészek Klubjában akkor azt hiszem, hogy ott ismerkedtünk meg. De akkor kiderült, hogy ő az a bizonyos Galántai György, akiről egyébként én sokat hallottam már korábban, csak nem tudtam összekapcsolni ezt a két embert. Ha jól emlékszem, volt az Erdélynek egy előadása a Fiatal Művészek Klubjában, ez a ásványgyapotról. És az rám úgy nagyon nagy hatással volt, és utána írtam is arról az ásványgyapotról egy tageszét, és azon az estén, amikor volt az Erdély, úgy emlékszem, hogy akkor ismerkedtünk meg. De valahogy úgy egy asztalhoz keveredtünk, ha jól emlékszem. És utána nem sokkal később, már egy hétig együtt is voltunk Breitenbrunnban. Ez a Fertőtó mellett egy kis falu, ahol osztrák képzőművészek csináltak mindig egy ilyen tábort, egy ilyen egyhetes, hát egy ilyen egyhetes műhely, vagy nem tudom jobban nevezni. És Magyarországról oda kiment a képzőművészek közül az erdélyi, Szirtes, Vető, akkor azt hiszem a Méhes vetőpárosként, hát a Galántaiék, Elkazovszki, irodalmi részről kimentem én, és a Nádas Péter. És akkor voltak osztrákok is. Egy halatlan jó egy hét volt, és akkor hát akkor úgy nagyon sokat beszélgettünk, meg akkor úgy óhatatlanul az ember, hogy folyamatosan együtt volt, és együtt beszélt, evett, ivott, szóval ez egy intenzív hét volt, és hát azóta tulajdonképpen folyamatosan számon tartjuk egymást, meg figyeljük egymást. Aztán véletlenül úgy hozta, hogy 88-89-ben pont egy évbe kerültünk ki Berlinbe. Úgy volt ez a bizonyos DAD Künstler program, és pont, szóval úgy kaptuk meg mind a ketten, hogy ugyanabban a szeptemberben kezdtük el az egy évet, és akkor családostól mentünk, én is családostól, ő kis családostól, és hát akkor ott Berlinben meg már nagyon sokat együtt voltunk, meg akkor a gyerekek együtt volt, mondjuk az ő kislányok akkor még pici volt, de az együtt voltak a gyerekek is, meg ott voltak a Jeneiék. Meg az Uravec. Aki az Istennek nem akart átjönni, és akkor nagy nehezen átszibáltuk, és nehéz ember volt, de végül is rokon szemes, hát én mondjuk meg egy jó költő, tehát, de furcsa volt mindenképpen. De mondom, még a Jeneiék is mindig ott voltak, meg a Jovanovics, akkor is csak egyedül volt kint a Jován. Úgyhogy egy nagyon jó magyar társaság gyűltött össze, és akkor rengeteget találkoztunk meg, akkor volt egy kiállítás a Gyurinak, ahhoz én írtam a német katalógust, a német katalógusba én írtam a szöveget. Az is feltűnő volt, hogy ugye ő Berlinben is egyfolytában
mindent dokumentált. És azért Berlinben, Nyugat-Berlinben, ez korán sem volt olyan magától értetődő, mint Magyarországon. Ugye Magyarországon mit dokumentált? Azt, amit hivatalosan nem dokumentáltak. Vagy legalábbis nagy részt azokat az eseményeket, amelyekről úgy lehetett tudni, hogy ezek el fognak tűnni egyébként, tehát hogy nem kerülnek bele az újságba, nem kerül bele a akkori tévébe, vagy akkori nyilvánosság számára, az el lesz zárva. Tehát ott volt egy értékmegőrzés. Magyarországon mindenképpen volt egy értékmegőrzés, és volt ennek az egésznek egy nagyon, nagyon heroikus jellege is. Tehát, hogy ő nem csinált más, mint úgy döntött, hogy feláldozza a saját alkotói energiáját, mert bizonyos értelemben ez egy áldozat volt mások kedvéért. Tehát, hogy ő megőriz valamit, ami egyébként örökre elveszne. Na most Nyugat-Berlinben ez azért nem így működött. Tehát Magyarországon működött az avantgárd pátosz. Működött egy romantikus avantgárd pátosz, a politikai helyzetből kifolyóan ez ilyen volt. Nyugat-Berlinben viszont hát egyrészt minden nyilvános volt, minden megengedett volt, minden dokumentáltak, amit nem dokumentáltak, az pedig többnyire feledésbe került, és azt lehet mondani, hogy sokszor joggal. Tehát nem azért, mert egy politikai döntés a feledésbe akarja, a feledés örök szakadékába akarja belenyomni, hanem mert nem olyan jó. Na most ott a Gyuri ott is dokumentált, és láttam, hogy például ott volt a René Blokk, ez volt akkor a DAD-nak a képzőművészeti résznek a vezetője, és hát ő ugye értette a Gyurinak az egész, szóval értette az ő észjárását, mert hiszen ő maga a Fluxusból jött a René Blokk, hát ő volt a Fluxus első komoly baléristája Németországon, ugye a Beuysnak, a Fosternek, a Thomas Schmidtnek, tehát ezeknek ő volt a baléristája, úgy került a DAD-hoz. Tehát ő nyitott volt mindenre, de látszott, hogy ő számára is ez egy furcsa dolog, hogy ide jön egy kelet-európai, és ő kezd el minket dokumentálni. Úgyhogy ez tetszett is nekik, úgyhogy aztán ez az egész projektjébe belevett, és akkor csinált is egy olyan kiállítást, egy ilyen berlini lábakról, hogy újságkivágások, fotózott, és akkor a berliniek hogy járnak. Tehát, hogy másként járnak, mint a magyarok.